A meghirdetett 4 felsőoktatási szakképzés, 20 alapképzési és 1 mesterképzési szak mindegyikét el tudja indítani az egyetem, a 16 meghirdetett tanári szak közül pedig 15 területen lesz első éves hallgató. 2018-ban is az óvodapedagógus volt a legnépszerűbb szak, összesen 108 fő nyert felvételt, melyet a gazdasági, műszaki és informatikai képzési területek követnek, mondta el televíziónknak Ferenciné Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese. Az első helyes jelentkezésekből tud mindig az egyetem kalkulálni, és ezek az arányszámok, amelyeket mi számítunk, nagyon jól alakultak az idén. Abszolút a tavalyi évvel szinkronban vagyunk az első helyes jelentkezések arányához képest, vagy számához képest. A felvett leendő első éveseink száma ugyanolyan arányt mutat, mint az előző évben, tehát azt hiszem, hogy egy eredményes felvételi eljárásnak vagyunk a végén. Amit még ki szeretnék emelni, a belső szakszerkezet ugye átalakításra került a Nyíregyházi Egyetemen, és ez olyan sikeresen zajlott le, hogy ebben az évben minden meghirdetett szakunkat el tudunk indítani, akár levelezős, akár nappal is, de legtöbb esetben mindkét munkarendi formában. Továbbra is népszerű az intézményben a gazdálkodási és menedzsment, valamint a programtervező informatikus alapképzési szak is. A mérnök képzésben a gépészmérnöki és mezőgazdasági mérnöki szakok teljesítettek kiemelkedően. A gépészmérnöki alapképzési szakra felvettek száma meg kétszereződött az előző évhez képest, a mezőgazdasági mérnöki szakra felvettek száma pedig egynegyedével nőtt. Az idén 1088 főt tudtunk sikeresen felvenni az általános eljárás keretében. Ebből nagyon szép eredménye van a Nyíregyházi Egyetemnek, mert 922 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait. Csak 166 fő fog önköltséges formában jelentkezni, illetve tudni kell, hogy javarészt ezek azok a mesterképzések, ahol már a jelentkezőknek, a felvetteknek van egy oklevele, tehát nem igazán volt lehetőségük az ösztöndíjas formát megjelölni, illetve a másik terület az a gazdálkodási és menedzsment, ahol tudjuk, nagyon magas az államilag finanszírozott bekerülési pontszám, itt van nagyobb költségtérítéses létszám az idén. A sikeres általános felvételi eljárásnak köszönhetően az idei pótfelvételi eljárás során számos szakot tudunk kínálni az érdeklődőknek, tette hozzá az oktatási rektorhelyettes. Ezekre jelentkezni a korábbi évekhez hasonlóan kizárólag elektronikus formában lehet a felvi.hu oldalon, melynek határideje 2018. augusztus 6-a.